Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, srácok, beszélgessünk az Antemről, és minden olyanról, ami még nem tisztázott az Antemben. Fogok segíteni, legalábbis megpróbálok legjobb tudásom szerint, hogy végig navigáljunk a menürendszeren, fogunk beszélgetni a gírekről, hogyan állítsuk össze a gíreket, a damage fajtákról, és mindig damage fajta mit képvisel, és esetlegesen hogyan érdemes használni, egy-két ötletet próbálok megadni, és hogy nem vesszünk el a sok challenge közepette, hogy hogyan jussunk hozzá jobbnál jobb cuccokhoz, és úgy általánosan mindenről, amit úgy éreztem én, és a, közösség, hogy nem teljesen jól tisztáz a játék, illetve a BioWare nem tisztázott, úgyhogy ez ilyen egy összefoglaló reggetett kérdésből a Twitteren, Redditen, minden, hogy hogyan alakul és hogyan van egy jelen pillanatban a játék, úgyhogy elég sűrű lesz a tartalom, úgyhogy ha szereted az Antemet, kíváncsi vagy rá, akkor tarts velem. A másik, amit szeretnénk neknek mondani, Discord-szerverünk ennek a videónak a leírásába van, úgyhogy ha szeretnétek együtt játszani Antemet, megtaláltuk egymást, csatlakozzatok a Discord-szerverünkre, szobák már készen vannak nektek, együtt játszatok, és ja, ott, ott találkozunk, szóval egy Discord-szerverünk erre is fel van, arra van NecroArmy, szívesen lát mindenkit. Na, akkor indítsuk az az alapokkal, hogyan éred el a menürendszert, hogyan csekkolod le a challenge és mi kell ahhoz, hogy uh, jobb cucaid legyenek, legalábbis egy ideig, óráig jobb cucokat szerez, hogy egy kicsit megerősöd. Ha megnyomod a J betűt, az arra van a alapra uh, állítva, akkor itt megtalálod a challenge uh, részét. Na most, amit tudnotok uh, kell, az egyik az a Factions. Ha rámentek a Factions-re, itt látok Arcanist Sentinel, Freelancer és a megcsinált challenge -eket. Na most, az a lényeg, hogy ezeknek három szintjük van, ezeknek az Arkane Sentinel, illetve Freelancer challenge valószínűleg később majd fogunk kapni újabb ilyen frakciókat, és ezeknek a challenge kell megcsinálod, és a három, tehát mindegyik szint, egyes, kettes, hármas, amit látjátok, itt megkapod a uncommon a rare és az Epic uh, Blueprinteket. Az Epic Blueprintek már az a szint, az antemben, amivel már lehet valamit kezdeni, hogy őszinte legyek, és uh, talán megengedi az az első lépés afelé, hogy a Grandmaster szint felé halad, ahol elméletileg jobb cuccok esnek. Továbbá, uh, ugye, megkaptok ilyen rewardokat, mint a New, ez uh, a verstét hamarosan rá, uh, tényleg tehát kozmetikai uh, dolgokat is uh, fogtok uh, kapni amit látjátok itt például, kaptok különböző mástól kozmetikai dolgokat, és természetesen egy csomó-csomó blueprintet, amit le tudtok craftolni hamarosan arra a részre is rátérünk, úgyhogy ha így áll, ahhoz, hogy ezeket a challenge-eket teljesítsétek, fel kell ö, vegyétek a kontraktokat, és a kontraktokat a különböző frakciókhoz ö, meg fogjátok itt találni, szóval kimelyek az alap helyzetre, hogy hol találjátok meg a különböző frakciókat és a kontraktívokat, kicsit el lehet veszni Fort Tarsisban, csak hogy egyszerűen egy dolog. Szóval ugye, akkor ott a páncélunk, rögtön itt ez a nagy sárga ajtó, hogyha a sárga ajtó előtt letértek jobbra, és lementek ezen a lépcsőn, el, és akkor ott lesz a freelancer kontraktok, ott tudjátok felvenni, a kontraktokat továbbá. Itt lesz ez a nagy sárga ajtó. Bementek a nagy sárga ajtón. És elértek erre a nagyon szép helyre. Rögtön itt jobbra van metály az gyerek. Nekem beletelt egy kis időben realizáljam, hogy ő adja az Arcanist kontraktokat. Szóval ők vannak itt és ők adják az Arcanis kontraktokat. A következő pedig a Sentinel kontraktok, talán őket a legegyszerűbb, tehát ugyanígy itt vagy, szembe van ez a lépcső, elfordultak, és megtaláltak itt a kis csajt. Szóval, ők adják a kontraktokat, őket kell csinálni ahhoz, hogy hár harmadik szintre feljeljetek, és uh, hozzáférést nyerjetek az EPIC uh, blueprintekhez. Viszont ezek az EPIC blueprintek, ezek többnyire gear blueprintek, illetve consumables blueprintek, arra is mindjárt rátérünk, a fegyverekhez, hogy hozzájuss a blueprintjükhöz, egy kicsit trükkösebb uh, úton kell megcsinálni. Tegyük fel, hogy van egy fegyver, és az neked nagyon tetszik, ahhoz, hogy um, hozzájuss, ahhoz annak a fegyvernek a blueprintjéhez, uh, ahhoz, mit, uh, például itt van ez a heavy, uh, heavy pistol, ahhoz, hogy hozzájuss a blueprintjéhez uh, elite enemiket kell megölj, 25-öt heavy pistollal, és akkor hozzá fogsz jutni a blueprintjéhez. És mindegyik a fegyvernek egy ilyen ö, challenge -e van, ahhoz, hogy hozzájussunk a blueprintjéhez, ö, ahhoz, látjátok, enemies defeated 10, tehát hogyha ez a havokkal 10 enemit le kell, ö, legendary enemit kell le, ö, ölni, és akkor meg fogod kapni a blueprintjét. Szóval a fegyverek így fognak ö, működni és akkor ugyanígy, mit tudna, itt a Ranger, és akkor megkapod a Seeker Grenade blueprintjét, hogyha ölsz a Seeker Grenade-del, és minél ugye nagyobb szinten ősz annál magasabb szintű blueprintet fogsz megkapni. Remélem ez, ez eddig így, szerintem ez így tiszta, és bármit, a feats ugye annak köze van ahhoz, hogy mennyi pénzt fogsz kapni a hétvégén. Minden héten Uh, újra indul a, hogy is mondjam, ez ilyen számláló a bónuszokért, amit a, a meccseken kapsz, <coughs> bocsánat. Szóval, amint meccseket csinálsz, és kijön végül ugye ott a bónusz képernyő, kapod a kis csillagokat, és azok azok a fizek, És hogyha ezeknek a feedseknek ugye megcsinálod a, a challenge-ét, tehát önreinforcement reinforcement feed by reinforcing other freelancers during the mission, tehát segíts be más freelancereknek mission közbe, Ez hat én már megcsináltam, a végén 800 uh, ilyen coint fogok kapni, hogyha elérem a 25-öt csináltam ebből, és a többi, szóval ez egy jó pénzformulási metódus ahhoz, hogy pénzt szerezzél a, a hétvégére. Tehát ha összeadod ezt a sok mindent, akkor elég jó sok pénzt fogsz tudni összeszedni. Na, ennyit, ennyit erről. Akkor beszélgetünk a Damage fajtákról. Illetve először is beszélgessünk arról, hogy hogyan készüljünk fel egy misőre egy fontos dolog amiről ne feledkezzetek meg. Szóval készültök menni missionre, és erről tényleg ne feledkezzetek meg. Készültük menni egy missionre, beültök a javelinbe, happy day, boldogság van, és van itt egy nagyon fontos dolog, mi ja, jó van, kezdjük itt, a Freeplay, play, válasszuk ezt ki, és itt vagyunk ennél a képernyőnél, ugye? És itt van egy ilyen apró dolog, hogy consumables. Ezt a consumables, erről érdemes nem megfeledkezni, főleg, hogyha már nehéz endgame küldetésre mentek, akkor szint, hogy kötelező lesz. Rámentek arra, hogy space select, craft, és itt rengeteg blueprintet fogtok látni. Ezek elfogyasztható bónuszok. Tehát egy küldetésre lesz elég, egy bónusz fog adni, egy passzív uh, képességet fog adni egy küldetés erejéig. Ne feledkezzetek meg róluk, nagyon-nagyon-nagyon hasznosak. Tegyük fel, itt van, egyetlen egy küldetések megnöveszti az armort 20%-kal az alap, uh, alap, 20, alap armornak a 20%-át még ráerősíti. Akkor ugyanez shield strength ad, és regeneration ad, stb. De minden fajtára, fegyver képességúratöltésre képesség mindenre találtak. Tehát például csak ez a 10%-os képesség újratöltő a, a az egyik képességét olyan szinten töltötte újra, hogy egyszerűen nem bírtam le kifogyasztani. Tehát nem ért véget soha a képesség, annyit használtam. Szóval ez, ja, és egyre, ugye egyre jobb izéket kaptuk, de már a zöldek is nagy segítség, úgyhogy használjátok nyugodtan bármelyiket, amelyikre van uh, lehetőségetek. Ez, erről ne feledkezzetek meg, ez egy érdekes. Ne felejtsétek el, hogy innen is elérhetitek a forgyot egy jó kis töltőképernyőn keresztül. Beszélgessünk a, girről és a, arról, hogy hogyan hozzunk létre kombókat. Tehát, hogy egy kicsit tudom, és talán egyszerűbb a Storm esetében beszélgetni erről, mert ő, ő inkább sokkal jobban képesség orientáltabb, és nála talán a kombózás az egyik legélvezetesebb. Legélvezetes, szóval, Uh, amint látjátok, itt van nekünk nekem ez a szár és ha megfigyelitek, itt a képernyő a frosszárd mellett, itt van egy karika, ugye ezzel a ponttal benne. Na most, ez azt jelenti, ez a karika és pont, hogy ő az előkészítő a kombóhoz. Tehát, hogyha ezzel találod el az enemit, akkor konkrétan olyan, mint hogyha beélesítenéd a bombát. Szóval ez az előkészítő, mondjuk így, ahhoz, hogy a kombót előkészítsd. Akkor van ugye a másik, ugye én ezt a lightning strike-ot nagyon szeretem, uh, itt pedig egy csillagot láthattok a lightning strike mellett, ez az, ami begyújtja ettől robban, ez fogja csinálni a kombót. Szóval ezt a két jelet érdemes megjegyezni, hogyha kombókat szeretnél csinálni. Viszont uh, azt el kell, hogy mondjam, például, hogy nem mindegyik gear uh, fogja és uh, használja ki, tehát nem mindegyik gír kombozó uh, kombózó gír. Például itt van ez a Blast Missile, vagy ez a Warden. Hoppá, bocsánat, na már hülyeséget beszélek. Uh, tehát például a gránátom, a gránátomnak látjátok, hogy semmilyen jelenincs. Ez csak egy őrülten nagy őrülten nagy, most macska körmözök, damage et uh, csinál. Viszont rohatú rohatú hasznos, tehát például a Rangernél egyik uh, fegyverem se uh, kombózik. viszont viszont a damage-re hihetetlenül rá tud segíteni, tehát ha látod, hogy a társaid komboznak, kombóra készülnek, és te is eldobod a gránátod, rálövöd a rakétát, nagyon-nagyon-nagyon be tud segíteni a kombozás, úgyhogy ne ijedjetek meg, Attól, hogy ezek nem kombóznak is, hogy szarok, nem, kurva jók, és nagyon nagy damage uh, tudnak dílelni. Akkor egy kicsit uh, menjünk rá a... Uh, a komponensre a úgy, úgy lehet egy kicsit elképzelni, mint ez a modolás. Ez olyan egy kicsit, mint a Warframe-ben a, a modolás, és itt az a lényeg, hogy érdemes figyelni arra, hogy milyen fegyvereid vannak, és milyen képességeket használsz, és azok miket csinálnak. Tehát uh, én alapból ugye raktam egy kis Shield Reinforcement-et, uh, mert igazából nem volt semmi jobb, de azt raktam, ugye a milli damage megnövelem, mert benne van a játékstílusomban az, hogyha az enemi közel jön, vagy én még közel ez, zenami, ez akkor reflexből millizek, mert hogy warframe, és úgy állítottam be a beállításémet, hogy, hogy ilyen warframe-es lejön, úgyhogy reflexből millizek egyet, és lejön egy kis extra boostem, meg amúgy sincsen jobb jelen pillanatban, de amint látjátok, hogy assault rifle használok, akkor arra van egy kis base damage, ha ice képességet használnék, még arra is lenne egy kis damage, de azt jelenleg még nem használok. És itt van, itt van, például az egyik legérdekesebb. Tehát ez, ez például hogy megnöveszti az impact damage-et, de cserében levesz a blast damage-ből. Ugyanakkor uh, ráhúztam egy olyat, hogy a blast damage-et megnöveszti, de levesz az impact damage-ből. Szóval, ha úgy nézem, van 15% extra impact damage-em, és... 15% extra blast damage hogyha a mínuszokat ugye kivárjuk. Tehát mindenképp nyerek ezzel a kettővel extra damage-et. Amit még megspéciztem, uh, egy kis minden fegyverre 25% extra damage-el. És így ez, ez a hármas kombó itt kiadja azt, hogy nagyobbakat uh, sebezzek. A bónusz, ami alatta van, az néhol jó, néhol nem. Ha szerencséd van, kifogsz fogsz valami jót, ha nincs szerencséd, nem fogsz ki semmi olyan extrát. Én itt nem fogtam ki semmi olyan extrát, de a modok maguk együttműködése az, ami számít. És Hát ja, ez így, így kell egy kicsit azt hiszem gondolkodni, erre próbál rávenni az Antem. A support gear az egy aféle aktív passzív képesség. El kell kapcsolod ahhoz, hogy megnyerd azt a passzív képességet, ami van. Jelenleg itt nekem még nincsen semmi nagyon jó, és ami van, annak körülök és kész. Tehát például ugye ez, ez mondjuk nem rossz, tehát megnöveli a fegyversebzés, szóval hogyha ezt mindig elkapcsolom, fegyversebzés meg van növelve, hogyha ez a bubi alatt állsz. Itt természetesen tudsz craftolni de az, az, azokat megint csak a challenge-eket kell uh, teljesíteni. Fegyvereknél is ugyanúgy igaz, uh, hogy ha rámész, akkor craft, hogyha csináltad a challenge-eket, például, hogy a Relent leszel, itt már lettem craftolni, kraftolni epicbe. Uh, úgyhogy annyit a fegyver kraftolásról, hogy uh, a kék és az epik random statokkal fog uh, megjelenni mindig, szóval akárházszor legyárthatod, nagyon sokszor legyárthatod, és addig gyárthatod konkrétan, amíg ki nem forgatod azokat a statokat, amelyek neked uh, tetszenek. Ezáltal egy epic gun is kiváló fegyver tud lenni, nem kell feltétlenül masterwork-re várni, vagy egy legendary-re. Uh, nagyjából ennyi lenne. Térjünk rá egy kicsit a... Kinézetre. Kinézet, hölgyeim és uraim, a, amit érdemes tudnotok, ugye, amint mondtam, hogy a frakcióknál, hogyha megcsinálod a kontraktokat, akkor uh, különböző uh, kozmetikumokat nyertek, és például itt van ugye a versztét az egyik, és ha nagyon nem tetszik, hogy hogy néz ki a, a javelined, akkor a versét az, amivel változtathatsz az egészen. Tehát például, hogyha megcsinálod a freelancer harmadik szintet, hozzájutsz a clean verstéthez, azért néz ki így, ahogy kinéz jelen pillanatban uh, a javelinem. De valószínűleg később lesznek még versétek, csak ki tudja, hogy hova uh, akarják ezeket venni. Vinyls, uh, matricák, konkrétan lehet változtatni, vagy a sajnálatos módon ezek nem uh, színezhetőek. Akkor a Paintnél különböző metál uh, fényezéseket érdemes uh, kipróbálni, nagyon jó kis kinézetet kölcsönöznek, de innentől kezdve um, elég egyértelmű, de a versztét az, ami, hogy is mondjam, tisztábbá varázsolja a uh, dolgokat. Szóval további kiegészítőket itt találtok, ugye bár csak mivel előrendettem a játékot, így aztán nekem van ez a Legion of Dawn Arms, de ugyanúgy tudsz vásárolni, és valószínűleg később lesznek még különböző itemek, most még egyelőre elég gyér a játék ebből a szempontból. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, Antem, Alapjairól, hogy hogyan igazodjunk ki. Remélem, hogy tudtam segíteni, és hogy összefoglaltam azt, amit kellett, lehetett, érthetőbbé varázsolt, kicsit a menürendszert, és hogy hol kövessétek a csellendzseket, hogy mit, hogyan, hogyan szeretnétek elérni. Nos, ez a videó most ennyi lett volna. Nagyon köszönöm a figyelmet, iratkozzatok fel további Antemér, igyekszek foglalkozni a játékkal, minél mélyebbre menni, hogy lássuk, hogy mennyire tud izgalmas el lenni. Bármilyen kérdésetek van a játékkal kapcsolatban, tegyétek fel nyugodtan, igyekszek róla videót csinálni, hogyha értelme van, és hogyha nagyon nem változik a jövőben, mert azért sokat fognak pecselni ezen a játékon, valószínűleg Úgyhogy ja, nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!